Sziasztok, üdv mindenkinek, itt Nexus és itt a Nordgard sorozat második epizódja. Itt hagytuk abba legutóbb kis falunk, hogyan bővül, meg mit tudom én. Lássuk. Szóval itt ugye trédelgetek itt a bestiákkal, megnézem, hogy ez effektíven nő-e, igen. 4%, hát ez baromi lassú, az biztos. Nem baj. Mert gondolom, hogy elég erős szörnyek, tehát nyilván azért kéri meg a játék ennyire az árat. Na hát kaja termelés megy ezerrel, ugye itt várható egy földrengés, ami valószínűleg nagy károkat fog okozni, nem tudom, hogy lesz-e haláleset, azért elég durva, hogy 28-an tudunk már lenni. Elég szép kis termelés lesz majd itt. Kéne foglalgatni majd területeket. Például a kokáért majd ezt. Vagy éppen itt ezt. Tehát itt csupa-csupa ellenség van mindenütt, és az a durva, hogy még ezt a területet is el lehet foglalni. Pedig ez itt félig, meddig itt az ilyen sötét rész. Ki kéne képezni egy új felderítőt. Hol van a felderítőnek a bunker? Ez az ugye? Scout camp, igen. Na nézzük akkor, mit tudsz felderíteni. Na mondjuk ezt. Úristen. Jaj, bárány, azt hittem, hogy teli van ellenséggel. Ez úgy tűnik nekem, hogy ez a terület nem teljesen fölfedezve. Majd meglátjuk. Hát meglátjuk, hogy a farkasok nem nyírják ki. Ez gyakorlatilag megsimogatta a farkasnak a hátát. De még él. Jó, és már fedez is fel a területet, reméljük, hogy nem is lesz kinyírva. Meg mit tudom én. Ez is egy jó védhető terület, mert ugye itt egy bejárat, itt pedig végig-végig ugye hegygerinc sorakozik fel. Úgyhogy reméljük, hogy valami jó cucc is lesz. Na ez itt pedig kibányázta, amit ki kellett neki bányászni, úgyhogy elköszönünk ettől az épülettől. Tisztelünk, maximum full storage. Na egy ilyet akartam építeni, ugye ez a területen meglévő élelmiszernek, hogy mondják ezt? 10%-kal megnöveli a étel előállítást a területen, és az a baj, hogy itt meg már földrengés van. Úgyhogy gyorsan javítgatni kell. Úristen. Jó, hogy van elég fánk. Gyakorlatilag el is hárítottuk itt a veszélyt, ugye? Igen, egy klámember munka nélkül van. Hát ide sok mindent lehetne csinálni, de én azt mondom, hogy hát mondjuk az igazság, hogy a kaja is elég jó. De legyen itt egy ilyen kaja termelős részleg. Lehet azzal jobban járnánk. Úgyhogy vissza kell váltani csúrikámat. És akkor most már építhetsz. Jó. És akkor a kaja termelés nagy része. Hát 100%-ig ezen a területen kéne, hogy működjön, mert most ugye innen gyűjtjük a kaját. Ugye itt egy ilyen izé, hát meg most szükségünk is lesz rá, mert most azt a mindenit nagyon le fog csappanni. De ráadásul trédelek is, úgyhogy ide majd minden mozgósítható embert, aki kajával foglalkozik, azt most azonnal át kell küldeni. Megvárom, míg leteszik a kaját. Ez is azzal foglalkozik. Mindjárt készen van egyébként, és akkor 10%-kal többet fogok itt termelni. Amit már egyébként tudok upgrade-elni most azonnal, ami azt jelenti, hogy 20%-kal több, tehát és már plusz 3. Tehát ez itt jelentősen megérte. Ez egy ilyen kajatermelő kis közösség lesz, itt meg közben tudok fejleszteni is. Hoppá, itt előjöttek ilyenek is, hogy kajatermelés 30%-kal vagy hát csökken, mi ez? Hát az a veszteségeinket 30%-kal csökkenti, amit a kaja elítással elvesztünk, amire nekem most nincs szükségem. Azt mondjam, üzem a Victory. Oké, plusz 20 kő, 10, annak beszélünk, köszönöm, jó. Most ez nem értem egészen ezt.
Hát én azt mondom, hogy legyen kő, meg tudjunk fejleszteni, és mindazonáltal egy ilyet is tudunk még fejleszteni. Warchief. Ez Warchief? Nem, ez Warrior. Hogy tudok Warchief-et csinálni? Például. Improve Tools. Tudok fejleszteni. Ez hatékonyabbak lesznek a fegyverek. Ez már megérte egyébként. Aha, itt van. Minek tudok fejleszteni? Farmerek. Azt mondja, hát a Warriorokra mindenképpen. Azt gondolom, hogy érdemes. Egyszer. Fánk az annyi van, mint a kurva élet. Farmerek talán. 15% múl. Ez is nagyon jó, szerintem farmerekre kéne költeni, mert a farmereknek a cucca a legkevesebb. Jó. Sikeresen elköltöttük ezt is, és ezt is tudjuk upgrade-elni. Hát ezt nyugodtan upgrade-elhetjük. Scoutunk életben van még, ugye ezt fedezte föl legutóbb. Szépen lassan, de ugye születnek itt az új tagok. Training campet upgrade-eljük, mert szerintem innen fogjuk majd a Warchief-eket tudni készíteni. Hire a Warchief, aha, itt kellett volna, az 5 darab vasba kerül. Jó, mindegy. Itt is van egy Warrior, akit át lehet már most rögtön ide küldeni. Te pedig szépen gyere ide, aztán építs nekünk ide egy bányát. Valahova, ahova ide elfér. Valami baj van. Valami megsérült. Ez a hülye. Valaki megtámadta. Nem baj, fedez csak. Aha, hoppácska. Ez itt már egy kék terület. Itt lesz az ellenfél. Én azt gondolom. Hoppári. Foglalja az űrge. Ez bizony a bot foglalja már. El is foglalta. Ez kemény lesz. Nem szarozik az easy bot. Itt mindent, mindent elkövetek, hogy termelje a kaját, mint az állat. Chunk is egy ilyen feastet, hogy tudjunk fejlődni. Nem tudom, hogy hányszor lehet upgrade-elni a városházát, meg ilyesmi. Ezeket a dolgokat, ezeket nem igazán tudom egyelőre, hogy hogyan működnek. Hát ne kaját gyűjtsél, hanem menjél bányászni. Te is gyorsan szedjünk ki mindent a területről, amit lehet. This building is full. Ja, igen, most már igen. Jó. Ugye kéne nekem a vas. A vas kéne, a vas. 3x3 épület, hát itt nem igazán fogunk tudni többet tenni. Nézem, hogy mit érdemes felupgrade-elni, de nem merek mindent. Itt legyél inkább egy... Hát most mondjuk nincsen szükség healerre, úgyhogy hagyjuk is. Nézzük, hogy miket lehetne építeni. Az igen, ez elég durván drága. +50% fame and increase your resources. Hú, hát ez kellene. Szerintem ezt lebontjuk. És ennek a helyére építünk egy ilyet. Ez elég jó. Mi a szenzor ez? Portálok fognak nyílni. Ez kemény. Máshova nem? Jó. Valami nem boldogok, csórikáim. Mondjuk, ha én ezt itt meglátnám, én se lennék az. Szerintem képezzünk ki még egy harcost, mert ide majd kelleni fog. Úristen. Nézzük, hogy mit csinál az ellenfél. De nem csak nekem rakja le, hanem neki is. Ez mondjuk nem rossz, ezt jó tudni. Na nézzük itt, hogy áll itt a szelidítés. Hát még bőven. Bőven szükség van rá. Te meg gyere már, építse már meg ezt valaki. Jó. Ezt meg upgrade-eljük.
Hát, ha boldogabbak lesznek tőle, hát most nullánál jelenleg. Hol van a negyedik katona? Ja, itt van, nem ment át a határon. Scoutom még él egyébként. Ezt figyeld már, a bázisokat deríti föl gyakorlatilag, itt van. Lehet vadászni is, már vadászik, van ilyen vadászház. Ez kemény. Hát jobban áll a bot, mint én, sajnos. Csak egy meza easy bot van, de nem baj, mert én most jelenleg csak a játékot így tanulmányozom. Most 5% plusz termelést lesz mindenre, illetve kapok 50% fémet. Tehát nem fém, nem az a fém, hanem a fém, tehát ez a dicsőség, vagy mi a francot jelent végül is. Na itt mi lesz? Ja igen, le fognak spawnolni ezek a rohadékok. Kellene nekem már egy másik üdítsör, majd ugye ezt be fogjuk fogni sámánnak. Oké. Zsír. Hát most jobban állok, mint a bot, úgyhogy totál megérte. Na? Mi a baj? Mi volt ez? Meghalt a scoutunk, megölték. De még a területet föl tudta fedezni szerencsére. Kíváncsi leszek, hogy fogja megvédeni a területét, mert nincs is semmi izé. Katonája, leszarja. Gyakorlatilag. Ó. Oh. Oha, mi, ajaj. Lespawnolt. Ja nem, átjött a farkas. Az a baj, hogy itt nem tud hílelni. Hiába van ide küldve, csak akkor tud hílelni, ha itt van a területen ez a ház. Ez mondjuk elég szar. Na nézzük, hogy a bot mit fog csinálni majd ezen, amivel. Persze, csak majd miután legyőztük a... mi mumusainkat, akik ide fognak spawnolni, mert ez mindjárt be fog következni pillanatokon belül. Úristen. Ajaj, ez lehet meg is fog halni. Azt nem fogjuk hagyni. Na, nézzük, ő mit csinál vele. Figyelj, bespawn... Oh-oh. Hoppá, ott vannak a warriorjai. Aha, nice, oké. Reméljük, hogy azért egyet-kettőt meg tud ölni. Na, egy meghalt. Na még, azt is öld meg, léci. Hopp, ez kapja a HP-t a picsába, nem baj. Megölt egy falusit, illetve egy harcost is. Nálunk meg nem halt meg senki. Úgyhogy itt már megérte. Oké. Okay. Csináljunk egy ilyen partit, abár nem tudom. Csak lesz elég kaja. Aztán majd meglátjuk. Azt tudom, hogy itt kéne kaját gyűjtögetni, nem pedig ezen a területen. Akkor ez most itt hílelgeti az embereimet, ugye ez a harcos, ennek semmi baj, ez mehet vissza a porondra. Ennek sincsen semmi baj, úgyhogy itt már kettő darab harcos kész. Aha, kéne egy ilyen ember is. Warchief. Azt a mindenit, milyen kardja van, beszartok. Na, itt ez közben meg ennek annyi. Hát itt nagyon mást nem is lehet termelni ezen a területen. Ergo, második kisház. Vagy, hát nem tudom, most azért el kell rajta gondolkozni. Lehet, hogy érdemesebb lenne egy ilyen tornyot ide rakni. Hát mindegy, meg tudom én védeni a területen, mert van ilyen lövőtorony is egyébként. Na, úgy ne. Ja, igen. Tehát ez így nem fog működni. Mondjuk elég hülyeség. Hoppá! Mi ez? Silóban van, ők patkányok vannak, jó van. Nagyszerű. Ez komoly, mennyit sebez 18-at, jó lesz. Warchief az...
Már is improve, oké. Hát elég jól állunk mindenből tulajdonképpen. A healereket is lehet. Jó, mindent felupgrade-eltünk, én azt gondolom. Amit most lehetett, még maradt is cuccunk. Elég jól állunk. Ezt is upgrade-eljük szépen. Hát lehet, hogy ezt a healers hatot kellett volna egy kicsit ide előrébb rakni. Gyűjtögetnek itt ezek, de ezeket nem így kellene használni. Na nézzük, hogy áll itt a trading. Op, valaki még vérzik. De kicsoda. Őt elvileg most híleli, ugye? Igen. Nézzük itt a barátságunkat. Tehát ez 30%-os, ez kurva sokáig fog tartani. Mire ez itt kész lesz. Ez nagyon kemény. Csináljunk még egy ilyen scoutost. Hát ha föl tud még itt valamit fedezni suttyomba. Húha, itt meg van egy rengeteg pontom. Te el kéne küldeni. Hát itt healerek tudjanak healeni, szerintem ez nem rossz. 70%-ot csökkenti a harcosoknak a kaja ellátmány, az is jó. És akkor is költöttük, de hamarosan megint fogok tudni majd varázsolni belőle. Na nézzük mennyi, hogy áll a healer. Ja, fel is healelt a pont, oké. Na hát itt akkor van itt egy kis csapatunk. Amivel szerintem itt ezt a fark, hoppári. Látjátok, amit én látok? Ott egy scout éppen felfedezi a területet, megpróbáljuk megölni. Csak nem tudom, ha most átmegyek itt a területre, talán erre kéne előbb átmenni. Itt leverjük gyorsan a farkasokat. Ezt megöljük gyorsan a scoutját. De nem lehet megölni a scoutját. Húha. Komoly csatapaté van itt. Ezt mondjuk nem értem, hogy ezt miért nem lehet kinyírni. Mindegy. Hoppa, itt van. Vannak birkák is. 160 kajáért tudjuk kolonizálni ezt a dolgot. Ulf! 503 pontnál járnak. Jó van, 3 bárányunk, az a miénk. Most már szerintem meg fogjuk tudni cseszni. Nem, még mindig nem. Addig nem lenne rossz. Ide mit tudok építeni? Két házat tudok építeni ide. Lehet, hogy egyébként ezt a healers hatot kellene inkább áttelepíteni. Berserker. Mi a szar? Nem is tudtam, hogy nekem van ilyen, nem is. Aha. Már boldogtalanok. Még semmi nem történt. Túléltük az új évet, szépen gyarapodik itt minden. Arra kell figyelni, hogy ez a kis mocsok, ez ne foglalgasson már itt, de hát ez nem lehet egyszerűen mit csinálni vele, nézzétek meg. Lett egy ilyen berserkerem, szerintem az azért, mert szintet léptem, most már neki is lesz egy ilyen hozzá hasonló katonája. Ez komoly azért. Te meg itt gyűjtögess, legyél kedves. Elég szép kaja termelésünk van, úgyhogy lehetne ez itt egy kicsit gyorsabb is. Hát tényleg, hát ide még tudok egy plusz embert hozni. Ezt el is felejtettem. Most ezzel egyébként nem tudom, mit lehet csinálni itt ezzel a földdel. Meg most itt ezekkel is. Mit tudok én itt csinálni? Van itt 3 bárány. Ezt elküldjük ide őket. Ezek már mi bárányaink. Nagyon jó. Hát akkor egy ilyen falusítát küldünk végül is ide.
És akkor azt fogjuk csinálni, hogy ennek a helyére építünk egy ilyen healers hatot, ide jó eldugva. Rohadt, de megnézzük, itt fedezgeti fel a területet, hihetetlen. Ezért ez mi már, hogy ő csak itt mászkákat, ezt nem lehet megölni. Hihetetlen. Oké, két... három harcost küldhetünk is egyből ide. Hát biez már, bőven felfedezgeti a területemet. 104 kaját megettek a patkányok, rohadnának meg. Meg most ezzel mit tudok csinálni? Most itt van itt egy ilyen farkas... veremnek van nevezett akármi, 20% foki termelés, ezt nem hiszem, hogy fogjuk használni. Ezeket jó lenne befoglalni, most lehet, hogy le tudnám verni kapásból ezt a easy botot, ennyi emberrel már. Csak nem szeretném, szeretnék egy kicsit a játékkal foglalkozni, ezt upgrade-eljük. És akkor szerintem, hát ide építsünk egy házat. Itt majd lehet, hogy másik oldalt majd le kell rombolni valamit. És akkor itt ezt a healert, aki itt császkál valahol ezen a területen, ezt a healert, ezt át kéne vezényelni ide. Ezt meg le kell bontani. És akkor itt már kapásból ezen a területen tudok healni is. Hogy a vadászni ezen a területen nem tudok, mert ilyen vadászházat nem tudok építeni. Na, hogy ezeknek a hülyéknek is jobb kedve legyen, lehet csinálni ilyen sörözőféleséget. Csomó mindent kéne még ide csinálni, csak hát nem olyan egyszerű azért. Ide lecseszünk ide az erdő szélére itt egy sörözőt. Na, megint megtámadták a scoutomat, de miért? Érdekes, az én scoutom az mindig le van sérülve. De majd most visszahívjuk. Föl tudjuk őt hílelni. Farkas klán. Ja, már tudok fejleszteni, ezt megfeledkeztem róla. 50%-kal több pénzt termünk, ha van a varcsifem, ugye van. De hát most minek nekem annyi? Hát ezek olyan fejlesztések, hogy nem tudom. Ez mondjuk nem rossz. Hát legyen ez. Ez nem az volt az, hogy nem használ energiát a télen, hogyha kívül vagyok a saját körzetemen kívül és ott harcolok. Ez mondjuk nem rossz. A többi az ilyen elég felesleges. Valaki meg van sérülve. Ez ő lesz az, de nem baj. Szépen fedezgesse föl itt a dolgokat. Hopp, ez mi? Hoho, ezeket ki kellene nyírni. Csak itt végig kell magamat is vergődni elég sok mindenen. Itt is van egy scout, a rohadék itt. Fedezi fel a városomat. Nem semmi azért. Upgrade-eljük ezt a házat. Hát jó. Nem is tudok ide már mást építeni, 2x2. Egy healer. Nem healer volt eddig. Na mindegy, szerintem képezzünk ki több harcost. 1000 kaján van. 1000/1000, tehát ezzel már nem is tudok mit kezdeni. Hiába trédelnek 3-an kaját, ugye itt a jöttünöknek, vagy jöttnár, vagy az anyám tyúkja ez. Én itt már nem tudok többet tenni. Úgyhogy nem mondó vagyok, hogy képezzünk inkább harcosokat. De hogy 5x5 van. 5x5 harcos. Hol az ötödik? Itt van.
harcolászni kéne. Azt mondja, hogy... Aha. Ezeket nem kéne behúzni. Ez a kincs érdekelne engem nagyon, és ez mi? Aha, addig fognak ezek a draugarok jönni, ameddig el nem fogadom ezt a területet. Hát nagy veszélyt nem jelentenek egyébként. Azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy nincs akkora gáz. Vadászgat itt az ellenfél. Aha, persze, neki itt van ám a treasure közvetlenül mögött. Szerintem ez ki is van nyitva. A rohadék azért áll ilyen jól. Igen, ez még nincs kinyitva. A mocskos kis szemét. Na hát nekem leginkább olyan területre kéne szert tennem, ahol tudok követ bányászni, mint mondjuk ez. Úgyhogy szerintem átmegyünk, rendet rakunk itt ezen a területen. Az ő scoutok éppen felfedezi. Na jó, adjunk nekik, csak nagyot akartam előre küldeni, de ez már le is maradt. Ja, ott van, ja, ott van. Úristen. Szétkapunk mindenkit a picsába. Hát ennyi volt, ezeket levertük. Na te! Gyere aztán! Ezt elfoglaljuk, 200 kajába kerül, hát nekünk ez no problem. Training campet kell építeni, ugye akkor lehet több. Meghalt a scoutunk, semmi gond. Oké, okay, azt mondja, hogy ide kell nekem egy ilyen. Illetve te is jöhetsz majd ide, mert itt fogsz dolgozgatni. A Circle of Stones, hát ide is hozhatunk két embert. Mondom kettőt, sikerülne kijelölni két embert, hát most már csak kettő a kajatermelés, úgyhogy ezt télen ezt lehet, hogy így hagyjuk egyelőre. Itt ez még ma megépül. Azt a mindenit. Na, 750 kajába kerül egy ilyen feastet rendezni, ilyen lakoma vagy a francez. Na mindegy, szedjétek ki gyorsan ezt a követ, én a mondó vagyok. Aztán kiszedték, akkor majd foglalkozhatnak itt a lóroknak a kiszabadításával. Hát... Ez mondjuk nem rossz kolonizáció, az minusz 30%, ezt lehet, hogy félreértettem, mert előbb, mert ezt már néztem. Minusz 30% kajába kerül a kolonizációhoz való foglalgatós szírszar. Hát, talán most nem fognak minket cseszegetni, úgyhogy tudunk harcolni. Azért, mert itt a területen lehet meg fognak támadni minket. Oda nem tudok átmenni. Úgy tűnik, hogy át kell magamat verekednem. Oké, így van. Minden területen át kell magamat verekednem ahhoz, hogy oda át tudjak menni. Hát ez elég gázban, most mindenkit ki kell itt nyírnom. Ezekkel nem szeretnék összeveszni, már 50%-ot elértem. Na, meghalt már valaki közülünk? Nem, még nem. Kette, egy harcos meghalt. Én ezt a treasure-t szeretném magamnak elfoglalni, de itt az a baj, itt lehet, hogy több áldozat lesz, mint amennyit én szeretnék. Hát küldünk ide még egy harcost, kiképezzük. Aztán jöhetsz is harcolni. De ne, hogy itt betámadjanak minket, itt is rohangálnak ott az ellenfélnél. Kell nekem az a treasure.
Itt ezt kell, meg itt is van. Hát itt ugye kelleni fog nekünk egy scout, akit el is fogok küldeni, mert most, hogy azt a területet fedezze föl, még időben van. Nagyon jó. Húha, azt a kurveget, itt nagyon sokan vannak. Itt meg fogunk dögleni. Ezek tök gyengék, baszki, simán leverjük őket. Ne hallj meg! Hú, az igen. 50-be kerül. Egyébként ezt nekem itt mind végig kolonizálnom kéne, ezt meg is tehetjük egyébként. Csak ezeket vissza kell küldeni. Kevés a healer. Küldök ide még egyet. Ja, itt már két healer van, de nem baj. Minél gyorsabban legyenek fölhílelve, ameddig ez itt elfoglalja a dolgokat. Az egész területet itt befoglalom. 200-ért lehet kolonizálni, hát muszáj sajnos sorba haladni. Meg ilyenkor ugye bármikor megtámadhatják ezt a területet és vissza is foglalhatják, szóval sajnos ez nem úgy megy, hogy én itt elfoglalom, aztán annyi. Ezt is el kell tulajdonítani. Úgyhogy végigvertük itt az egészet, utána meg majd ez jön, ez meg majd 50 ilyen pontba kerül. Ja nem. Kolonizáljuk, akkor 50%-at fog növekedni ez a fém, rosszul értelmeztem. Hát ezeket nagyon gyorsan főhílelték, az az igazság. Tevileg 3 healer van. Gyakorlatilag 2-t látok. Jó, 2 van. Itt már csak 5 darab kő van, és akkor utána közben... Jó, itt már nem tudok fejleszteni. Ó, 15%-kal more boldogságot, több boldogságot tud termelni. Na srácok! Gyertek akkor szépen ide, közben itt már visszaszpamnolgattak a rohadékok, azért nem tudom én ezt elfoglalni, rájöttem. Aha, jégeső lesz, hogy mi az Isten. És ez elég drága lesz nekünk. Előre! Aha, itt is vannak egy páran, jó van. És itt van egy csomó kő, 3 darab kő van ráadásul. 270-ért tudjuk kolonizálni, hát nem tudom, hogy... Ah, van bőven időnk még kaját szedegetni. Addig át is megyünk itt erre a területre, ezt kolonizáljuk ugye. Nagyon jó, bedöntöttük ezt a területet. Halat is lehet fogni, van tó. A játék szempontjában nem hiszem, hogy bármikor is lesz erre idő. Hogy tényleg ennyire kívülre építkezzünk, ugye többen is lehet játszani ezt a játékot, azt hiszem, hogy 4v4 is lehet. Na itt viszont kurva sokan lesznek. És megint meghalt egy katonám. Meg rossz helyen szedi itt a cuccot. Ez is rossz helyen gyűjtöget, hát ugye itt a spam pontot nem lehet beállítani. Itt van egy elég sérültem. Te akkor már játsz a csatatérre szépen. Hát ezt is kolonizálhatjuk. Időnk mint a tenger. Nem tudom, hogy van-e értelme. Habár van, mert ugye a treasure-t szerintem csak úgy tudjuk elfoglalni. Ez meg 58%-on áll. Na hát innen fogjuk folytatni. Itt már barátságosak a... Jött nárok, ez már valami. De jó, tehát innen fogjuk folytatni, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és várlak benneteket legközelebb is, szevasztok!